Ladies and gentlemen, this is what we call a funky beat. And well, coming at you now is what we call our funky song. Indian Blues. Steven Bauer, Szabó Sipos Barnabás. Irene Bedard, Farkasinski Edith. Charlotte Louise, Kisfalvi Krisztina. Michael Horse, Barabáski Zoltán. Tom Friedley, Selmeci Roland. George Jäger, Cseh Németh Lajos. Jack Bannon, Kárpáti Tibor. Ed Orosz, Kránic Lajos. Fényképezte Dan Hay. Magyar szöveg Kis Barnabás, hangmérnök Kis István, vágó Derzsi Csilla, szinkronrendező Árvai Zsuzsa. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a Mirax. Zenét szerezte Scott Haynes. Írta Richard Dillon. Rendezte Joy Travolta. Na figyelj, baromi egyszerű az egész, meg fogod látni, csak figyelj. A srácok már várni fognak. Semmiség az egész, a következőt fogod csinálni. Először is bemész az áruval, lerakod az asztalra és felmarkolod a pénzt. De nem hagyod ott a cuccot, hanem visszahozol mindent, aztán bedurrantunk. Nem hinném, hogy az öreged rajongani fog ezért. Szarok rá. Szóval fel akarod gyújtani? Az egész bagást. Oké, te vagy a főnök, nekem mindegy. Kicsit alájuk pörkölünk. A pályán van a gyanúsítottakkal együtt. De valahogy jobban közéjük illesz. Mondok valamit. Ha annyi gyerekem lenne, mint neked, nem ezt mondanám. Mindenki a helyére. Vettem, tízes, indulok a helyemre. Tízes egység a levegőnek, vétel. Itt levegő, úton vagyunk. Már látom a pályát. Beavatkozás van, készen áll.
Hoppá. Ne bámészkodj. Ha a nagy itt a hátam mögött az, akire gondolok, látod? Akkor mindjárt lehajol. Minden egységnek! Akció indul! Gyerünk, beavatkozunk! Körbenézek, fedezzél! Ups, mi folyik ott? Jelentést! Itt vagyok. Mondjuk úgy, hogy megtisztítottuk a terepet. Hogy gyanúsítottak? Medáli! Na, francba! Ha egy lépést is teszel, agyon lőlek! Ne! Mocskos szemét! Rohadék! Jól vagy? Jól vagy? Megöltél te szemét? Megöltél egy rendőrt? Hé! Rohadék! Most mi a fasz nevez, mi? Mocskos pár! Elég ebből, maradjunk tag! Dögölj! Ti kurvára nem tudjátok, hogy ki vagyok. Ennyire. Én, és kurvára nem érhettek hozzá egy ujjal sem, jobb, ha tudod. Szart sem érsz. Nincs igaza? Ő Joey Pinapolo. Rendőrgyilkosságot akarsz ráhúzni az egyik legnagyobb pénzember fiára. Te vagy a koronatanunk Epps, vagyis az egész Pinápoló család, és még fél Las Vegas. Arra fog törekedni, hogy téged minél hamarabb darabokban lássanak. Értesítetted O'Hara volt feleségét? Meglepődött, hogy még mindig ő a haszonélvező. Mert nem volt senkije. Nem is csodálom. Te igen? Ennek a munkának velejárója az elvált feleség és a kölykök, akik sohasem láthatnak. Na mindegy. Első számú védencem vagy. Ezért 24 órás védőőrizetet kapsz. De azért miattam ne legyenek álmatlan éjszakáid. Jó reggelt, nagypapa. Jó reggelt, lányom. Jó reggelt, testvérem.
Ilyet nem hallasz az MTV-n. Tetszik. Persze, és az is tetszik, hogy a földön alszol a mocsokban. Szeretem a népemet. És te is. Én a 20. századot szeretem. Az sem sokkal jobb ennél. Nem kellene kivizsgáltatnod magad. Miért csinálod folyton ezt? Mégis mi? Ezt. Állandóan ezt csinálod. Azért, hogy idegesítselek. Kösz, hogy eljöttél velem meglátogatni nagypapát. Tényleg nagyon leküteleztél. Azért még szeretsz? Persze, hogy szeretlek. Te vagy a satém. Én is szeretlek. Én is. Tudom. Tastes good, feels good, cries so good. Listening, laughing, giving, wanting to love. Where would I be without her? She's an American lady. No other one in the world. She's an American lady, the heart of a girl. Dancing, flirting, hurting, fantasizing. Kissing, touching, breathing, romanticizing. I would not be the same without her. She's an American lady. Ne uete, ne uete! Új történjek? Igen, azok. Jóval hatékonyabbak. Vagyis nagyobb a bum? Sokkal nagyobb bum. Én nem lennék képes a te munkádra. Én viszont nem szeretném a te munkádat. A te végzettségeiddel sokkal több pénzt kereshetnél. De nekem a pénz nem minden. She's an American lady. No other. Nyissa ki a 200-ast! Őrmester, engedélyezne néhány percet a fiammal? Persze, Mr. Pinápoló. Köszönöm. 200-ast bezárni. Világosan megmondtam, hogy fejezd be ezt az egészet. Engedd meg, hogy én döntsem el, mit csinálok, jó? Elment az eszed? Alig tudtalak kimenteni. Ide figyelj, magamnak köszönhetem, hogy ebben a kurva börtönben ülök, és csak is rajtam fog múlni, hogy valaha kijutok-e innen. Hamarosan kihozunk innen, de nem akarom, hogy utána bármibe is belekeveredj. Apa! Kiszállsz a balhéból! Elég világos? Megértetted? Megértettem, apuci. Nyissák ki a 200-as! Polgármester úr, Hanson rendőrfőnök úr keresi. Küldje be! Parancsoljon. Hogy mint Hanson? Köszi, úr. Rég láttam. A felettébb kínos ügybe csöppentünk, Hanson.
Mindenki jobban járna, ha valahogy másképp intéznénk el a dolgot. Miért nem borítunk fájtlat erre az egészre? Nos, vannak bizonyítékok, még egy szemtanunk is van Epps nyomozó személyében. Ami a bizonyítékot illeti, a fegyver, pontosabban a golyó... Mi van vele? Elkeveredett. Elkeveredett, mert elveszett, vagy elkeveredett, mert ellopták? De biztos megtaláljuk. Nem tudom. Nem tudja? Mi az, hogy nem tudja? Még jó, hogy nem maga a szemtanú veszett el. Bocsásson meg, polgármester úr, de talán éppen ezt kellene tennünk. Elveszíteni Eppset. Nem gondolja? Veszítse! Figyelj, de ugye veszel nekem valamit azon a pénzen? Persze. Itt van minden, amit kért. A nevem Csapás. Nem Villámló Csapás. Hány darab? 13. Szerencsés szám. Szerencsés szám. Mi lesz a pénzemmel, öreg? Igen. Keresem a zsákos embert. A francba elsz, ne cseszeges folyton. Csak a munkámat végzem. Rendesen végezd. Reggel találkozunk. Szevasz, haver. Igen, Stevens vagyok. Épp most jött haza. Rendben. Segíthetek? Menjenek vissza! Na ez egy nagy baromság. Ez nem egy hagyományos védőőrizet. Egy washingtoni fickó úgy hívja áthelyezés. Áthelyezés, védőőrizet, mi a különbség? Figyelj, ezt nem én találtam ki. Te tartod majd a kapcsolatot az indián kisebbségi ügyek hivatalával. Na, Jack! Minden hivatalos papírod a John Cole névre állítottuk ki. A Navajo-i rendőrség kötelékében fogsz dolgozni egy Window Rock nevű helyen. A jumai repülőtéren várni fog téged egy ottani rendőrtiszt. Addig maradsz, amíg biztonságban vissza nem tudsz jönni, hogy tanúskodj Joseph P. Napoló tárgyalásán. Ne haragudj, nem az én döntésem. Ez lényeges. Valami egyéb? Nincs. Akkor jobb is, ha megyek csomagolni. Mit tudsz? Egy boszorkány volt. Boszorkány tette. Nézd meg az új lenyomatokat. Akárki is volt, lehúzta a bőrt az ujjáról. Mást nem látsz? Nézd meg a fejbőrt, de ne csak a sebhely körül. Jó. Menjünk, nézzük meg a lányt.
Egy elmebeteg. Hidd el, ez boszorkányság. A csigavonalak. Csigavonalak? Igen. Az ujjaid végén csigavonalak vannak. Ugyanilyen vonalak találhatók a tarkódnál is. Az erőt jelentik. Ez akkor is egy őrült műve. Értesítetted már az áldozatok családjait? Igen. Igen, és a táskában nem talál semmit. Már átvizsgáltam. Bármi is volt benne, már nincs ott. Mi ez? Küldd ezt el a Főnixi laborba. Hogy van a vendégünk? Vissza kell mennem a sziklákhoz, már így is rengeteg időm elment ezzel. Figyelj, nem találhatnál erre valaki mást? Nem. Szeretnék mélyebben utána nézni a két áldozatnak. Könnyen lehet, hogy összefüggésbe hozhatók egy lopással. És? És ezt találtam a táskájukban. Nézd, Audrey, ez még semmit sem bizonyít. Akárki elcsenhet egy cserépdarabot. Utána néztem. Három olyan haláleset történt az elmúlt 4 évben, amikre nincs magyarázat. Arra célzol, hogy egy sorozatgyilkos kószál odakint? A pénz is motiválhatja. Nem azt mondom, hogy egy pszichopat... Figyelj! Egy ekkora cserépedényért, ami több ezer éves, 10 000 dollárt is fizetnek Tokióban. Ha találsz egy feltáratlan sírt, tucatnyi ehhez hasonló edényhez juthatsz. Szóval mit akarsz tenni? Átvizsgáltatom a halotti bizonyítványokat. Annyi dolgom lenne, értsd meg! Nincs most időm erre a biáj és palira. Tudod mit? Egyezzünk meg. Szabad kezet adok neked az összes vizsgálat elvégzésére. Cserébe azt akarom, hogy gondoskodj erről az ügyről. Hadd lássa, hogy dolgozol, mást úgysem akar. Szabad kezet? Csak is és kizárólag ezzel az üggyel foglalkozhatsz. Írj egy listát arról, amire szükséged van, és aláírom. Csak annyit kérek, hogy hozzáférhessek a halotti bizonyítványokhoz. Mit keresel? Egy boszorkányt. Tudod, hol találsz? Itt a kettes. Mi újság, Mary? Gyere vissza. Úgy látszik, a B.I. és babysittered kicsit korábban érkezett. Vettem. Indulok. Kösz, Mary. Vége. Thank you.
válasz. John Cole? Mindig ekkora tömeg van errefelé? Audrey Vajakkel vagyok, Mr. Cole. Azt mondták, délután 5 körül érkezik. Ne fáradjon, talán még én is elbírom. Ebben biztos vagyok. Ugye félsz? Nem félek. Állítólag halott embereket eszik. Ez hazugság. És állítólag boszorkány. Ha akarja, el is varázsol téged. Jó napot, Villám bácsi. A nevem nem villámló csapás. Te! Olvasd! Találkozunk ma 9-kor, utána egy D és egy E van. Á, 9-kor, délelőtt. Te! Maradj! Kezed. Nem gyűjtesz, nem fűtesz. Hello? Hello, jó napot. Brady Kinked vagyok. Beszélhetnék... Elizabeth Vajekkel. Vajekkel. Tessék, én vagyok. Üdvözlöm, Miss Vajekkel. Én egy nemzetközi tévéállomás producere vagyok. És éppen egy műsort készítek az indián őslakosság és a modern technika ötvöződéséről napjainkban címmel. Hello? Igen, itt vagyok. Ó, egy pillanatig már azt hittem, megszakadtunk. Szóval én jelenleg Phoenixben vagyok, és hallottam, hogy ön egy riportfilmet készít a navahói indiánokról, a képanyagot pedig videón rögzíti. Jól értesültem? Abszolút. Szóval videót használ? Pontosan. Nos, az nekem is megfelelne. Arra gondoltam, készítenék önnel egy interjút. Wimbley, ő az új társunk, John Cole. Üdvözlöm. Wimbley vagyok. Vako rendőrtiszt magunkra hagyna egy percre? Vágják el! Mindegy. Vágódj le és told a gépet. Inkább nem. Tetszik, milyen tömören fogalmaz Mr. Cole, és örülök, hogy odafent is gondolnak rá. Mondja csak, hallott már valaha az északi-indiánokról? Navahókról? Nem tudom, kiről beszél. Én egy vegaszi zsaru vagyok, és nem is szándékozom itt maradni. Hát tudja, mindenkinek megvan a maga keresztje. Lényeg, a legfontosabb, amit meg kell értenie, hogy élnek nálunk egyszerűbb emberek is. Ha hiszi, hanem errefelé a legtöbben még a kereszténységről sem hallottak. De gondolom, nem nagyon izgatja. Na, ebben mindent megtalál, amire szüksége lehet. Tényleg? Ezek azok a jelentések, amiket írt. Én írtam. Mik ezek? Ó, csak egy rakás selejt a BIA bürokrata baromságai, az itteni testület procedúráiról.
Én nem is tulajdonítottam nekik nagy figyelmet. Itt minden borzasztó egyszerű. Magát áthelyezték Vákó keze alá. Kocsikázik vele, amíg ő a feladatát végzi. És hetente egyszer-kétszer összecsap egy jelentést, amit benyújt a helyi körzeti megbízatnak. És lepihen, mint aki jól végezte dolgát. Ja. Tudja, errefelé nem szokás felkavarni a bort. Miért? Szóval megértettük egymást, Mr. Cole. Kisé tolakodó. Ehhez ért legjobban az amerikai kormány. Elnézést, de még el kell vinnem a szállására. Csukcsipukvattán! Wow, seggfej! Nem valami jó, ha az embert a navahói kódnyelven molesztálják. Mi az a navahói kódnyelv? A második világháborúban, a csendes óceánon a mieink tartottak attól, hogy a japánok megfejtik a kódjainkat. És? A navahó nagyon nehéz nyelv. 50 évvel ezelőtt jóformán csak azok az öregek használták, akik a rezervátum területén éltek. A háborúban ezt a nyelvet tekintették kódnak? Hát, kódolt szavakat használtunk, amik navahó nyelven voltak. Navahó katonák, mi? Harcosok. Harcosok. Itt vagyok. A szálloda, tudod, ahova a B.I. és pasit vitted. Épp most éget le. A motel porig égett. Igen. És a navahói panziók pedig tele vannak. Kérlek, csak egy éjszakára. Holnap reggel elviszem. Igen. Kérlek, Elizabeth. Jóképű. Sápat arcúnak. Oké. Köszi. Szia. Gyertek. Elizabeth, ő itt Mr. John Cole a BIA-től. A húgom Elizabeth Vajakel. Nagyon örülök. Jó napot, én úgy szintén. Nos, Mr. Cole. Nick. Nick? Szólítson Nicknek, igen. Nick. Igen. Hogy lett Johnból Nick? Sehogy, csak ez a középső nevem, és a barátaim is így hívnak Nicknek. John Nicole? Nem, Nicholas, igen, valahogy így. Nicholas? Hát tetszik? Igen, nagyon szép. A nevek sokat jelentenek. Az kérlek, most ne villogj! A húgom antropológus, bárkit képes halálra untatni az emberiség történetével, akkor hát, engem egyáltalán nem untatnak. Komolyan mondja? Igen, hogy igen. Adja ide, felviszem a szobájába. Várjon, én is fel tudom ám. Időnként túlságosan is határozott, ne haragudjon. Talán azért, mert önnél alkalmatlankodott. Na, dehogy is, ugyan már. Megígérem, hogy holnap reggelre eltűnök. Erre semmi szükség. Kávé? Főzek egy kávét? Ja, igen, nem kell. Magáért jövök holnap reggel 8-kor. Nos, akkor... Jól van. Na, érezze magát otthon. Ott a fürdőszoba, én meg addig megyek és főzök egy kávét. Köszönöm. Rendben? Audrey! Tényleg jól néz ki? Sápatarcúnak elmegy. Féltékeny vagyok. Kire? Ahogyan ránéztél, ahogyan rád nézett. Aha! Te aztán következetes vagy. És féltékeny? Igen, féltékeny vagyok. Most erősz? Ezt nem tudom elhinni. Életedben először mondtál nekem valamit őszintén. Ne félj, többé nem fog előfordulni. Reggel találkozunk. Kávé? Köszönöm. Ne aggódjon, hamar itt lesz. Miért? Hol lakik? Van egy lakása. Ez itt a szüleink háza. Tulajdonképpen a bátyám is itt lakik, csak gondjai voltak. Alkoholista lett. Ez nagyon letörte Audreyt. Ezért magához vitte anyánkat. Most vele él. Nem akartam kíváncsiskodni. Semmi baj. És hol van most a testvére? Ki tudja, Farmingtonban vagy Shiproknál, de bárhol is van, biztos, hogy meg tud élni. Mivel foglalkozik? Leginkább semmivel. De, akárcsak az én testvérem. Van egy kis gond. Jó reggelt. Jó reggelt. Mi történt? A jövő hétvégéig nem lesz üres szoba a navahói panzióban. Ajaj.
Nyugodtan itt maradhat. A legközelebbi motel Gallupnál van. Igen? Új-Mexikó. Kicsit messze van. Elég messze. Nagyon messze. Nagyon? Nagyon. Messze van. Bizony. Túl messze. Hová tűnt a hatalmas erő? Ha! Mit keresel, Stevens? Hello, főnök. Epps néhány hete kölcsönkérte a számológépemet, és ez idáig még nem adta vissza. A számológépedet? Igen, képzeld, még árfolyam táblázat is volt benne. Nagyon hasznos kis masina. Csak beütöd a pénznemet, és kiköpi, hogy az adott pénznem mennyi dollárt ér. És a fiók nyitva volt? Igen, nyitva volt. Tényleg, hol van Epps? Főnök. Szabadságon. Kivette a szabadságát. Furcsa, nekem nem is beszélt erről. Hát, hirtelen döntött így. Majd zárd be a fiókot, rendben? Persze. Mi az? Mi van? Szép táj. Igen, elragadó. Nem éhes? De. Jó. Megyek a mosdóba. Hé, hey, Szivi, gyere ide! Hogy hívnak? Shelby. Hozhatok valamit? Mi az, hogy? Hozd magad közelebb ide. Igen, Shelby, gyere, csücsedj le ide. Igen, Hé, mi lenne, ha jobb kezeteket használnátok, mi? Nézd csak a kis cici zsarút. Elég volt, fizessetek és húzzatok el innen. Hallod ezt? Valami gond van? Nincs, meg tudom oldani. Biztos? Igen. Erősködtök, fiúk? Maradj, maradj majd én. Szóval te keféled a kis cici zsarut, mi? Hé, 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 haver, nem kell a balhé. Takarodj kifelé. Jól van. Indulj. Kifelé. Te is olyan szíjú imádó vagy, mi? Igen. Jól van, Cole. Persze. Te kis kurva! Ügyes. Senki sem nevezhet kurvának. Hát, ez érthető. Even though I take them down, if I only had my way. But even against our lives, this God's gonna have his day.
Mr. Csapás? Elizabeth Vajakel vagyok. Riportfilmet készítek a navahói indiánokról és ősi kultúrájukról, amelyről az amerikai nép sajnos vajmi keveset tud. Jó napot! Biztosan elfáradt a nyelve ennyi beszédtől, Miss Vakko. Igen. Kérem, fáradjon beljebb. Köszönöm. Kérem, üljön le. Köszönöm. És mégis miféle történeteket mesélhetnék én magának? Van kávé. Hogy szereti? Cukorra? Talán boszorkányságokat. Igen, cukorral. Sok cukorral. Boszorkányságok. Ó, szentségeség. Tejet? Igen, kérek. Én is. Elég modern berendezései vannak egy hagyományőrző emberhez képest. Honda? Áramfejlesztő. Értem. A talizmán gyűjteményem. Ez pedig itt az egyik ősünk koponyája. Gyógyító volt. Sok-sok évvel ezelőtt. Honnan szerzett be ennyi mindent? Vettem őket. A gyerekek ide hordják. Néha idősebbek is meglátogatnak, hogy pénzt keressenek a fiaiknak. És mire kellenek ezek magának? Távol tudom tartani a gonoszt. Ezekkel. És ha ezek nincsenek, akkor nem tudja? Beszélne nekem egy kicsit a boszorkányságról? Használhatom? Igen. Nem bánom. Mehet? Ez minden, amit tudok a boszorkányságról. De ezeket is mások történeteiből ismerem. Nézze, Mr. Stevens. Én vállaltam a kockázatot azzal, hogy eltüntetem a bizonyítékokat. És az én ötletem volt az is, hogy Ebbszet egy időre kivonjuk az ügyből. Ezért hálásak is vagyunk. Jó munkát végzett. De most meg kell tudnunk, hogy hol van Ebbsz. Ez ügyben nem sokat tehetek. Nézze, nem kockáztathatok többet. Nem akarom romba dönteni a saját munkámat. Aggódik az állásáért? Igen. Hát persze. Fő a becsület, ugye? Nézze, ez minden, oké? Okay? Megtettem, amire kértek. Megfizették a munkámat. Én kiszállok. Ebből nem szállhat ki. Tessék. Egész nap aludni akarsz? Mi történt ez? Egy pár kölyköt láttam a temető felől jönni. Nem messze a sextoni gyilkosságok helyszínétől. Értem. Oda megyek. Oké, jól van, indulok. Sietek, ahogy tudok. Viszlát. A
Eléggé feltűnő a hasonlóság. Ugyanaz a szerszám, ugyanaz az anyagösszetétel, és ugyanazzal a festékkel festették. Tessék? Mit mondtál? Csak azt, hogy nem értem, mit akarunk mi itt. Én tudom, hogy ez egy radiálgumi. Te is tudod, hogy radiál. És lefogadom, hogy ezt még ő is meg tudja állapítani. Radiálgumi, nem igaz? Biztosan, de ezek a cuccok ugyanazok. Mindegy, nem érdekes. Egy boszorkány ölte meg őket. És egy boszorkányt nem lehet elkapni. Jól értettem, egy boszorkány? Előfordulhat. De sajnos csak a gumik nyomait ismerjük. Ne is próbáljon meg egy ilyen után nyomozni. Na várjuk egy percet. Maguk egy boszorkányról beszélnek. Sepügyélem meg, ilyen kalappal. Boszorkány. Ja, értem. Tudna valamit mondani nekem a bőrjárókról? Sok történetet hallottam a bőrjárásról, de látni még nem láttam. Tudom, hogy az erőm a gyógyítás, és a gyógyítás a szellem. A másik szallagot az irodában felejtettem, meg vannak viszont Nakai történetei, aki állítólag boszorkány, bár erre sosem derült fény. Ahhoz, hogy boszorkánnyá váljunk, meg kell ölnünk valakit, aki közel áll hozzánk, testvérünket vagy nővérünket. A legtöbbünket ez riaszt vissza, ezért nem lehetünk igazi boszorkányok. A boszorkányok medve, farkas és sakál bőrét ölthetik magukra, így azonosulhatnak is ezen állatokkal. Attól függően, hogy milyen az adott állat ábrázata, annak megfelelően festik ki önmagukat. Azonosulnak velük, igaz? Úgy, mint a farkas ember. Jól mondom? Maga hisz ebben? Nem az a fontos, amit én hiszek. Még csak az sem, amit maga hisz. De a boszorkányok ezt teszik. Én hiszek abban, hogy az emberek más alakot öltenek, és éjszaka külön életet élnek. Én nem akarok ebben hinni. Miért nincsenek spiráljaik? Spirálok? Épp egy ilyen ügyön dolgozunk. Minden áldozatnak hiányzik a bőr az ujja végéről és a koponya alatti részről. Miért nem mondtátok ezt? Most mondtam. Gyerekkoromban hallottam ilyen történeteket. A csigavonalak a boszorkányok erejét jelképezik, igaz? Nézd, amennyire én tudom, a boszorkányok már kihaltak. Van még, aki annak hiszi magát. Te meg honnan tudod? Na jó, mit tudunk még erről az egészről? Ez minden? Plusz a guminyomok. Talán elő kéne keresnünk az állítólagos boszorkány jelölteket. Én csak ötről tudok. Az is valami. Nézzük csak. Nikai, hosszú kalap, öreg sós víz. Frallankedia, nem villámló csapás. Is a liar. He'll get you every time. He'll make you feel like Superman and he'll stop you on a dime. His eyes are green magnetic. He'll draw you to his mind. His soul submerged in evil. To go there makes you Hashni beniye naniya. Eoani nana hashnishne. Do el nida enteno. Beinihi behdash kundeliado. Beishnehiki behdakusha deliado. Ea ea soshe. E soshe. Bichish. Nina. Bijin enda.
mondo! Aquanelianda! Nem is olyan rossz, igaz? Még csinálok egy gyors beállítást innen. Szeretném, ha ezek a nagy hegyek szolgálnának hátterül. Oké, fiúk, kezdjünk, elmondom, mit akarok. A kettes kamera folyamatosan totált adjon, az egyes pedig csináljon rólam két snittet, és zoomoljon a kérdezetre, miközben elhangzik a válasz. Érthető? Kezdhetünk. Kérdezhetek valamit? Hogy a húgának ilyen tökéletes a kiejtése? Valójában csak a féltestvérem. Ja. Az ő apja újságíró volt a BBC-nél. Mindvégig kiállt az indián őslakosság mellett. Talán azt gondolta, akkor tehet a legtöbbet értük, ha ő száll egy olyan egzotikus indián nővel, mint az anyám. Ötletes. Egyébként a fél életét Angliában töltötte. Mi? Micsoda? Hol? Miss Vajákkel beszéljen a munkájáról. Miért csinálja ezt? Miért készít videófelvételeket a népéről? Ez miért ennyire fontos magának? Mr. Kincaid, a történelem végigkísérte népünket, és sajnos ugyanúgy el is pusztul népünket. Miért akarta a nagyapád elégetni a talizmánját? Sose tenni. Lana, esett se. Köszönöm, hogy itt maradhattam. Ne nekem köszönje, hanem Elizabethnek. Húga. Nagyon megviselte őt, igaz? Nagyon szerette őt. Igen. A nagyapa tanított neki mindent a népünkről. És amikor idejött Oxfordból, feladta minden eredeti elképzelését a szociológiáról és az antropológiáról, meg ki tudja miről. És teljesen objektívan kezdte figyelni az indiánokat. És aztán mi történt? Nagyapa arra ösztönözte, hogy lásson tovább a szeménél. Ő teljesen abban a hitben élt, hogy az ember képes elszakadni a fizikai valóságtól. Azt mondta, csak akkor lehetséges, ha elvesztél vagy meghaltál. Ez hatott Elizabethre. Tényleg átérezte. Új erőre kapott. Tudja, mindenféle pályázatokat, meg több éves tanulmányokat adott be. Szinte mindet megnyerte. Túléli. Hát igen. Ebben én is biztos vagyok. Akkor viszlát holnap. Igen, holnap.
nagyapjával. Biztosan nagyon közel álltak egymáshoz. Igen. Igen. Hát... Minden rendben jön. Igen. Én inkább elmegyek. Maradjon. Navajo államban. Ez egy hatalmas és elképesztő terület, mely a négy északkeleti állam között terül el. Ezt a közel 40 ezer négyzetkilométernyi természeti csodát hívják a navahók otthonuknak. Az itt élők csak Denádának hívják. Magukat pedig Denának, ami lefordítva annyit jelent, az emberek. Tartsanak velem! Miért készít videófelvételeket a népéről? Ez miért ennyire fontos magának? Mr. Kinkaid... A történelem végigkísérte népünket, és sajnos ugyanúgy el is pusztul népünkkel. Szia! Semmi. Megmondom. Szia! Ki volt az? Audrey, talált valamit. Mindjárt itt lesz. Jó. Azonnal. Mi az a valami ott, az a bódé? Bányász bódé. Tele van öreg dinamitokkal, és senki sem akarja elvinni. Igen? Igen. Te vállalod? Hogy én nem. Nem szeretek felrobbanni. Ezt azért nem mondanám. Inkább berobbanok. Anyádat. Mi a franc volt ez? Ezek meg kicsodák? Ha? Azok a palik az étteremből. Ne. Azok a mocskos disznók. Gyerünk, lépjen oda. Rázzuk le őket. Rohadékok. Mi a felét akarnak? Fogja a kormányt, a kormányt! Thank you.
Nekik nem. Központ, itt a kettes, vétel. Baleset történt a régi útnál a hegygerincnél. Kérek egy mentőt és visszajelzést. Nem kis kockázatot vállal, ha idejön. Mi a jó hír, tisztelt rendőr bácsi? Ne vágjon ilyen pofát. És lehetőleg ne bámuljon. Nem kapták el. Nem akarom ezt hallani. Ne mondja ezt még egyszer. A kurva életbe! Nézze, legalább meghaltak. Nincs rá esély, hogy feldobják. Én majd a kezembe veszem az ügyet, igen? Nem, azt nem. Maga kussoljon, én fogom elintézni, mert az legalább biztos. Világos? Tűnjön el innen, mielőtt valaki meglátná, menjen! Menjen, menjen már! Tűnés! Hozd a kocsit. Gyerünk, Cole, indulnunk kell! Jövök már, csak nem találom az órámat. Tegnap még... Hol rakta le? Tegnap este még rajtam volt. Na hát... Kösz. Az órám. Mi baja van? Remélem, a szándékai egyenesek. Persze. Fél, hogy meghal? Nem, csak... Talán az lenne a legjobb. Mondok magának valamit. Ha csak egy pillanatra is rossz helyre teszi a lábát, esküszöm, hogy kiukasztom. Én nem a lábamat féltem. Üdv. Hello. Hello. Hogy haladsz? Sehogy. Hello. Kösz. Köszi. Oda van érte. Szóval hármat kilőhetünk az ötből. Pontosabban? Hát, hárman meghaltak a bábák közül. Csak Nikai és a fickó nem villámló csapás maradt. Elizabeth szerint Nikait a kék hasadéknál találjuk, de a guminyomokból arra következtetek, hogy a pali Chinli irányába tartott. Szép munka. Van még valami. Mi? Mind a hárman. A múlt évben haltak meg. Természetes halállal? Minden bizonnyal, már elég öregek voltak. De azért különös nagyon. Megtudtál valamit a halotti bizonyítványokból? A testek túlságosan szétroncsolódtak ahhoz, hogy messze menő következtetéseket lehessen levonni, de ugyanúgy betörték a fejüket, mint a mieinknek. A kérdés, hol van Chinli? Ez egy hely, vagy nem? Igen. Négy esettség, itt a kettes vétel. Hallgatlak. 10 percre vagyunk a kék hasadéktól. Nézzétek meg, mi a helyzet csapásnál, és ha bármi rendellenességet tapasztaltok, szóljatok ide feltétlenül. Ha erősítés kell, a közelben vagyunk. Vettem, nem lesz semmi gond, csak ne zargass. Ha valami van, én majd keresnek, vége. Rendben, csak ügyes eljez. Hol ér el? Úgy éjfél felé otthon vagyunk. Vége? Maradjon itt, és figyelje a rádiót. Várjon, biztos, hogy nem kell erősítés? Csak maradjon itt.
5 perc és visszajövök. Ezer egy, ezer kettő, ezer három. Letelt az 5 perc. Ő Nikai meghalt. Robert bajban van. Akkor tűnjünk el innen. Gyere, siessen. Négyesettség itt a kettes, vétel! Négyesettség itt a kettes, jelentkezz! Nincs ott. A francba. Négyesettség! Robert! Jelentkezz! Üdvözlöm, segíthet? Hello. Igen, Nick itt van? Nem, pillanatnyilag nincs itt. Joey vagyok, Nick régi jó barátja. Éppen a városban vagyok, ezért gondoltam meglepem. Ja, értem, maga is Nicknek ismeri. John, Nick, igen. Elég zavaros. Ha gondolja, megvárhatja. Szerintem nem sokára itt lesz. Igazán kedvesentől. Köszönöm szépen. Jöjjön be. Nem inna egy kávét, vagy esetleg egy teát? Egy tea, az jó lesne. Teát? Rögtön hozom. Köszönöm. Maradjon itt, én körülnézek. De... Megmondtam, hogy boszorkány. Igen, az volt. Azt mondtam, maradjon a kocsiban. Ez igaz. Csak unatkoztam.
Ez kicsit feldobja majd a BIS jelentését. Nem oda tartozom. Ezt hogy érti? Úgyhogy nem a BIS embere vagyok. Zsaru vagyok. Vegasból. Olyan, mint maga. Zsaru? Uh-huh. Maga Zsaru? Akkor mit keres itt? Hát, elbújtattak. Koronatanú vagyok. Hogy a fenébe küldhették pont ide? Így látták jónak. Üldözik? Sajnos nem ismerem őt olyan régóta. A testvérem féltékeny is miatta, ezért nem szívesen beszélek róla, de nekem szimpatikus. Igazán? Igen. Ez kedves. Milyen a teja? Kitűnő, köszönöm. Tisztítószert kell vennem. $5 lesz. A visszajáró. Köszönöm. Köszönöm. Én is. Még ébren van. Biztos nagyon aggódott maga miatt. Mozgalmas egy nap volt. Ilyen is kell. Na jó. Biztosan ő lesz. Megjöttem. Itt van az egyik barátod. Hello, Nikki! Sokszoron mentem keresztül, hogy megtaláljalak, barátom. Ez valami tréfa? Ugye most hülyéskedtek? Elizabeth, menj innen. Nem hülyéskedik, Elizabeth. Kérlek, menj ki. Mi történik itt? Francba. Mi a fene történik itt? Menj, kérlek, csak menj ki a házból, ugye tudod, mit fogok most csinálni? Nem, mit fogsz most csinálni? Ennyi, Joey. Nem kellett volna utánam jönnöd. Te féreg. Aki féregnek születik, féregként is tömlik meg. Megtaláltál, Joey. Ehhez gratulálok. A helyedben én nem tenném. Nick, mi ez az egész? A helyedben én nem tenném. Tudod, Nick, beszélgettem egy kicsit a kis barátnőddel, mielőtt megérkeztem. Én nem elésem bántani! Rühellem az ilyeneket, mint te. Valahogy sosem bíztam benned, Stevens, tudod? Hát én sem rajongtam, érted? Jaj, Jack, ez biztosan fájt neki. Hogy érzed magad, Nick? De mit szólsz ehhez? Jól csinálja. A rendszám egy bizonyos George Stevensé, a Las Vegas-i rendőrtestülettől. Tudod, Nick, nagyon hosszú utat tettem meg, hogy végre lássalak. Intézzük el, Joey. Bum-bum-bum-bum-bum, ennyi az egész. Remélem, nem returjegyet vettél, Joey. Tudod, mit szeretnék látni? Azt a tekintetet, ahogyan a társad is nézett, mielőtt kinyifant. Emlékszel még arra a kis gennyes írpasira a parkban? Bum-bum! Ötöt lőttem belé, és aztán összeesett, mint egy rongypapa. Nem több lesz. Van egy kurva jó ötletem. Csináljuk ezt. Na, üljj ide szépen. Figyelj, ezt egyszerű fog. Ígérem, hozzá sem érek rendben. Jó buni lesz.
Húzd le a cipzáromat. Húzd csak le, gyerünk, ne szégyeld. Na, gyerünk már. Na, meddig álljak még? Bátali, mert ez megdög lesz, érte? Megdög lesz. Na, húzd le. Húzd le szépen. Nem bátalak. Húzd le a cipzáromat. Mire vársz, te kurva? Most! Ki fog megdögleni? Bassza meg! Jól vagy? Igen. Mindenki jól van? Szép lövés volt. Elfelejtette a tisztítószert. Maga pedig eldobta a fegyverét. Mikor jössz vissza? Vissza akar jönni? El kell a segítség. Hát, jó csapat voltunk, nem igaz? Mi az, hogy voltunk sápadtarcú? Mindig szerettem volna ezt mondani. Az más. Streets don't leave much room for two. You take your chances and I'll take.